A mai live-ban be fogunk menni Steve-éknek a Sillóházba. Jézusom! Ember! Ezek azok a kis kutyák! Ezt az infót kaptam, hogy 5:30-kor megy Steve motort tisztítani. Most lépett le az öreg. Azt mondta, hogy nekünk oda kellett volna már készíteni az irodájába egy csomó pólót, hogy mire visszajön, addigra már ott legyenek a pólók. Személyesen akartuk átadni, nem fogjuk oda készíteni előre, hogy akkor majd valamikor majd megtalálja, hanem mi el akartuk hozni neki. Összeszervezkedtünk kicsit a háta mögött, Mamcával. Meg Normannal. Itt van a táska, itt hoztuk a pólókat is, azok itt vannak. Be tudunk menni? Otthon van Papca már. Láttuk, hogy elment. Szóval... Nincs itthon senki. Hát Cseti, de amúgy nem lehet betörni, hát ezek van 8000 szintű védelmi rendszere, ott a kamera gyerekeknek, ott van még egy riasztó minden. Hát igen, valahogy felkérünk a garázsnak a tetejére, hogy ott ne lásson minket, azt mondja, hogy egy kamik kamerába beszél. Mi ez az ennek? Fucking templom, tesó. Ja, itt egy templom. Only Jesus Christ, ja, jó. Van akkor egy létra a garázsba, pont abban a garázsban egy tetejére. Akkor először gyertek be a cuccokat, tegyük. Menjünk be. Chatbe jutottunk a házba. Levette, ahogy én. Jézusom! De most mennyi idő még visszaér a Steve? Elment egy 10 perc a kb. Meg sietnünk kell. Papsz a szemüveget. Mi van? Sziasztok, én vagyok Steve! Hol van a mosó? Pesten vagy hol? Pesten? Hát hol van? Ember, van három mosó mindjárt. Itt? Itt. Meg. De még fel akarok nézni, felnézhetünk? Gyertek fel, jó. Megnézem a setupot. De ennek olyan jó ilyen nyaka van. Hát mert ez egy mondani harcik, hogy csak ne a külső alapján, nézd meg. Nézd meg. Elég kemény. Ne idegesíts. Azt figyeljétek, chat, hova jöttünk. Hülye, ez a gép, ez akkora, mint a féltestem. Nagyon adom. Streamelsz ma? Ma nem streamelsz. Héten kéne egy kettőt még. Segítség! Segítség! Pucol le! Vannak pirosak, fehér van. Van fehér és piros, és te választasz, is, hogy melyik tetszik. Amelyik tetszik, ha próbáld fel, szerintem az S-es az jó lesz amúgy neked. Tessék, piros S. Én arra gondoltam, hogy most ilyen kaptál egy pirosat, válasz egyet Fatimának, te tudod a méretét, ezt tőle meg én bocsánat kirejönnék, és akkor ez ilyen kapott volt. Jó, hát melyik a legkisebb méretet? Hát az X-es, ez nem X-es, de az nincsen így fár. Lehet, S-es. Neki szerinted milyen? Piros vagy fehér? Olyan dejavűn van, baszod. Jó, mert? Ugyanilyen pólóba voltál, és ugyanígy, ezt már én odaadtam egyszer normál. Hát az nem lehet. Ezeket viszont dugd el, mert ha jön a Steve, akkor ezt nem szabad, hogy meglássa. Ezeket tömjük bele gyorsan a táskába, aztán siessünk fel, mert én a garázs tetőre. Jó, de Steve szobáját ezt még sose látták. Hát igen, már ez itt a Steve szobája. Az igen, az komoly, tesóká. Van-e valami a falon, ezt nem tudom. Oh. Fejbe rúgtam a kutyát. Ezt adom, itt még sose jött. Hát, de miért van egy lélegeztetőgépje a faszinak? Mert izéje van. Amikor alszik a csávó, én rossz alvás van, ez egy betegség, és egy néha is horkol, meg ilyenek. Ezt én visszük fel, jó? Azt akarjuk, hogy elé akarjuk dobni. Nem! Sem. Ebben vannak a morcsok. Ezt rá akarjuk dobni Steve fejére, van benne egyébként 10 kiló tömör van. Ebben vannak a pólók sár. Hát ezt húztuk kicsit a Dunából a filmben. Most ezt oda akarjuk ott dobni majd Papsz elé, hát ha megijed, érted? Egyszer csak a égből leesik egy ilyen táska. De várjál, oda menjünk fel, az megtart minket az a tető? Csak az a terv, én azt akarom rekreálni, amikor izé leöntötték nyakon a Steve-et innen a tetőről. Amúgy gyorsan vedd át a pólót, kölyök, mert nehogy rajtad legyen, ha jön. Azt nézd meg, hogy szereti, már barátkozik a kutyával, elő mondjuk fejbe rúgta véletlen. Ezt vedd át. Táska fenn van a helyén, most mindjárt mi is a helyünkön leszünk, és akkor csak várjuk Steve-et, hogy megérkezzen. Egy vödör vizet hozzatok már. Nyakor öntjük tesó Steve-et. Kajok valami vízipisztolyt, csak ízét csippengetni, és nem érti, hogy honnan jön a víz, tudod, már úgy pingja nincs a faszinak. Tudod. Hallod, bazeg? Egy igazi pisztoly. Mi f***? Vízipisztoly van? Itt a Steve. Gyere fel. De tesó, egy vízipisztolyt hozz már fel, Norman, gyorsan jobbról. Csak dob fel egyet. Gyere fel. Bazd, ott a Steve, a k***a életben. Kidugom a kamot, látjátok? Bazd. Nagyon kicentisztű gyerekek. Azt onnan meg néz egy család minket, hátulroket. Az jó. Norman! Vízi pisztolyt hozz már!
Mi? Most vesznek jó, össze. Megmondtam, hogy itt az udvaron ne motorozgassál, fia. Látom. Zoki! Semmi. Hát azt vettem észre, de azt, hogy ne tudjál, hogy mi van, meg hogy van, meg mi van ilyen. Egyszer csak oda dobjuk elé a táskát, és utána meg fogjuk megfordulni. Mi a fasz ez? Az teliba harc. Na mi a helyzet? Azt hallgattam az előbb, oda mi a tökömmel? Hogy a tökömmel kerültetek? Csoki, bassz meg! Nem kaptad azt a két betörőt. Akkor ezért somákoltam, én csodálkoztam, bassz meg, hogy te hogy vagy itt a legzihez körülöttem. Általában fönt van a szobájában, ott játszik, érte? Azaz, meghoztuk a pólókat. Ő segített nekünk, Norman. Szevasz! Mi a helyzet? Jó, minden. Minden szuper. Kicsit vizes vagy. Ja, ne is mondd. Erre számítottál volna? Ne, figyelj, tehát én mindenre nem gondoltam, de arra pont ma voltatok eszembe, hogy már fölhívlak már, hogy mi a megmenet, Rudi van már. Na, mi a helyzet? Minden oké. Meg akartunk lepni már, mikor visszajöttél a motorozó túráról. Megnéztük a részt, aztán ideges voltál, hogy nem hát adtunk pólót. Hát figyelj, esküszöm, Afrikában ez motivált. Hazajövök. Igen? Jó, fölveszem a jó kis pont. Halló, fiam, feldugom a tegget, baszta kurva. De sokat de tanultál kint az utat során, nagyon Afrikában? Sokat, igen. Sokat. Én azt gondolom, hogy más emberként jöttem haza. Kellenek ezek, ezért csinálom ezt a motorozást. De ez jó. Figyelj, kocsival nem mennék el, mert most hova, meg nem kihívás. Viszont motorral olyan helyekre most is voltam egy, fia, még egyszer lelocsolsz, csak szólok, úgy belebasztam. Azt meg, nyugi. Figyelj, csak szó, tényleg, én nem mondom nem még egyszer. Nem akartak most lelocsolni, amúgy viccek, ezt akartam csinálni. Hát, az magadra már. Hát így folyt rám is. Hallod? Ezt akartad csinálni? Hát ezt csináld egész nap. Na, két hetet vártál rá, Afrikából, mit személyesen akartok elhozni? Ez ott a tyó volt a Dunában? Ez volt. Ez kerested. Amire fájt a fogad. És erről a néni kéteket volt, nem tudtam megszerezni itt pedig. Benne is vannak, figyelj, de hoztunk neked pirosat is, meg fehéret is, hogy melyik tetszik? Ne, van ilyen, hogy piros, meg igen, fehér. Mert a piros az a Friends and Family Limitált, a fehér az meg amit lehet figyelj vásárolni, de igazából te választasz, hogy melyik tetszik neked a legjobban. Így én pirosat volna. Ez még, nézd meg, Duna homokos. Pirosat kaptam. Ez a piros. Nézd csak. Ez piros, S-es, szerintem ez amúgy rád jó lehet. Ez mennyire jó az a... Ez a figyelj, esküszöm neked, először nem mertem belekérdezni, mondom, tuti vannak, hogy rommá mosták ezt a pólót, már tudod. Aha. De közben, így, nem, hogy nézem, az ilyen az anyaga. Tehát ettől menő. Na, szóval, hogy ez a piros, ez limitált darab. Azt szeretnénk, hogy most fel is vedd, Steve. Ez bazzad, de elfordulunk ilyen. Amúgy, elfordulunk. Kamerával forduljatok el, basszátok. De jó, most jó. Azért látszik. Aha. Új, apukám. Az feszül. Osztok. Nem vagy egy konfekció, mi? Nem. Az a helyzet, hogy csecses. És mi van ilyen sok? Hát mert ezt hoztuk. Hoztuk az összeset neked, láttad? Minden fagy már kapott. Norma, pirosat választottam neki. Mamca, meg még Tamariska. Mindenkinek. Viszont akkor csináljuk azt, hogy a sajátomat, amit nekem osztatok, azt nem, de a többit azt szeretném viszont kifizetni. Igen. Persze, ez így fasza. Én nekem ez így, de tényleg. De tényleg, amúgy én is azt mondom. Nem, ez tényleg. Én csak is, gyerekek, az igazság, hogy nagyon megérdemeltétek ezt, és tényleg ez nagyon jó, tehát szerintem nagyon jó a dizájn is. Nekem azt köszönjük tetszik benne, hogy letisztult. Az, hogy tényleg ez a W, ez nem a Jóska találta ki meg a Pista, persze. Ez a ti terméketek, ez tényleg, tehát én is néztem, mikor annó kislány mutatta, na mi a faszom az a W, az a W, meg az L. Ez egy mentalitás. Érted? És akkor ott mondja nekem, hogy mit tudom, a Win, meg hogy a Loss, meg ilyesmi, és mondom, az meg tényleg mennyire, hogy is mondjam, egyszerű lenne amúgy, tudod, és ja. Ez tényleg, ez olyan dolog, hogyha erről valaki beszél, akkor erről ti vagytok, aki eszébe jut. Nem? Emlékszem, képzeld, voltunk, színen voltunk,
és Beto Hovival találkoztunk a backstage-ben, és akkor mondta, hogy jaj, ti vagytok azok a streamerek, ahol pörög a dupla, mi az el. Szóval... Igen, igen. És, az, és az ez egy ezért volt jó, hogy ezt meg, tehát hogy ez tényleg ez rólatok szó. Tehát ez nem olyan, hogy valami ákom, bákom, mit tudom én, oj, de jó, egy kígyó fej vagy valami, hanem ez tényleg az arról szól, hogy ez, Babu, ezt mindenki tudja, hogy mi a tököm. Rólad meg a Tesla. Ja, ne is mondd meg. Látod, az, ízlét, a Bence milyen mörcsöt rápakolta, bazd meg az atya. Azt láttam. Láttam, de az neked besegítünk. Hé, vagy majd. Te köszönsz ki most, Laura. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ebben a filmben. És hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Én Laura voltam. Szaboljatok. Szaboljatok pedig... fel. Mindenki szaboljon fel. Ő pedig Norman. Ő pedig Norman. És ki volt még itt? Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.